Mindenkinek megvannak a maga hétköznapi rutinjai. Leginkább ezeket szokásoknak hívjuk. A kettő között az a különbség, hogy az egyik magától kialakul, a másik pedig a hétköznapokon felülemelkedő célok érdekében történő tudatos viselkedés. A szokás tehát kialakul, és azzal együtt változik, ahogy változik az életünk. A legegyszerűbb szokások közé tartozik az, hogyha valaki reggel felkel, kávézik, kidobja az ocskát, aztán indulhat a nap. Általában azoknál alakul ki, akiknek fix reggeli eseményük van, reggel 9-re mennek dolgozni. A szokások nem olyan rosszak, egyetlen baj van velük. Ha valamiért nem tudod megtenni, akkor el van rontva az egész nap. A reggeli rutint viszont te alakítod ki, hogy valami teljesüljön, ami fontos az életedben. Rengeteg variáció van, mindenkinek más és más lesz, attól függ, hogy kinek milyen célja, életcélja van. Az én reggeli rutinjaimnak a lényege, hogy beindítsam a testemet építő vagy regeneráló folyamatokat, ráhangolódjak a feladataimra, és És belemerítkezek, és megoldást találjak a belső személyes ügyeimben. Nevezhetjük ezt az egészet egy tudatos felkészülésnek. Természetesen erre nincs mindig idő, úgyhogy kialakítottam három különböző rutint. Az egyik akkor, amikor tudom előre, hogy másnap nem lesz idő megcsinálni a reggeli rutint, tehát egy nagyon egyszerű dolgot csinálok, nagyjából 15-20 perc maximum az, ami alatt végzek. Felkelés után az első, hogy arcot mosok, nem magamtól találtam ki, rám lett parancsolva, mirén a cikizet állandóan, hogy csipás a szemem, úgyhogy elkezdtem arcot mosni, aztán tovább mentem, a nyakamat is megmostam, és rájöttem, hogy ez nagyon felfrissít. Azután jön egy pohár víz, beindítja a szervezetem működését, azután nyújtás következik, felébresztésben melegíti a testet, és a végén még egy pohár víz. Az, hogy reggelizünk, fürdünk, felöltözünk, az nem rutin, hanem a szokás, mert valamiért, amit éppen aznap csinálsz, azért fogod ezt megtenni, és nem valami magasztosabb, távoli célért. Egy normális napon, amikor betervezhetem, hogy kellően foglalkozom magammal, akkor elnyúlik ez az egész rutin, körülbelül egy-másfél órára. Ugyanúgy kezdődik a felkelése, arcmosással, vízivással, viszont utána jön egy rövid bemelegítés, átmozgatok minden egyes testrészt apránként. Átmozgatás után két variáció van, vagy törzsedzést csinálok, a fő célpont a has, a fenék és a hát tónusba tevése, a másik pedig, hogy elmegyek sétálni, ez körülbelül 5 kilométer, egy-másfél óra attól függ, hogy fotózgatok közben, vagy egyszerűen csak megyek és sétálok. A séta után pedig elvégzek egy teljes nyújtást. Ezt a két rutint megpróbálom minden nap megcsinálni, ez kell ahhoz, hogy normális életet tudjak élni. Segít abban, hogy az egészségemet megőrizzem, erősebb legyek, gondolkodásban segít. Segít abban, hogy egyáltalán végigcsináljam azt a terhelést, ami rajtam van. Mi történik akkor, amikor mindenre van időm? Van egy full verzió, ami összekötődik nem a reggeli rutin, a nappali rutinnal. Két részre bontom a magammal való foglalkozást, egy nagyon-nagyon ideális esetben három részre. A reggel az nagyjából ugyanaz, mint egy normális nap, annyi a lényeg, hogy reggel nem csinálok edzést, hanem reggel megvan a szokásos rövid rutin, és utána meditációkkal foglalkozom. Tehát például nem elmegyek sétálni, ami önmagában egy nagyon jó meditatív dolog, nagyon sok gondolatom és ötletem van. Többféle meditációt szoktam csinálni, van egy dinamikus meditáció, mozgásban egybekötött meditáció, ilyet lehet egyébként a séta is maga, illetve a másik az, ahol klasszikus módon, ahogy leül az ember, és meditál. Én nem tanultam soha meditálni, nem foglalkoztam ilyennel professzionálisan, én saját magam számára raktam össze egy olyan programot, amit elvégzek. Ha nagyon nagy bajban vagyok például, ezzel megoldom a nagy bajaimat. Egyedül vagyok vele, tudok koncentrálni, vagy muszáj koncentrálni már, akkor előveszem ezt a módszert, és a lehető legnagyobb bajokból már kikerültem ezáltal. De nem csak a bajban, hanem építő jelleggel is szoktam ezt használni. Van egy meditáció, ami körülbelül egy 40-60 percet tart, és ezzel vége van
mondjuk a reggeli rutinnak. Ebéd után valamikor fogok edzeni. Ha egyedül vagyok, akkor még este is belerakok egy nyújtást és egy rövid meditációt. Az én módszerem a rutinokban az, hogy kis modulokat építettem, és ezeket a modulokat variálom attól függen, hogy mennyi időm van elvégezni ezeket. Tehát ilyen a legkisebb modul, mint például az, hogy arcmosás, mint például az, hogy vízivás. Azért a vízivás azért fontos még pluszban, mert én elfeledkezem róla, és ha belerakom a rutinba, mint egyfajta forgatókönyv szerint előírt feladatot, akkor általában ez jól megy, tehát körülbelül reggel 10-11-ig egész jó mennyiségben iszom a vizet, utána meg nagyon elfeledkezem róla, ahogy belemerítkezek a munkába. A modulokban van ez a reggeli kis rész, akkor vannak edzésmodulok, különböző megterhelésű és különböző edzések vannak, és ebben szintén időben is úgy vagyok, hogy egy normális edzés egy óra, egyébként ha nincs időm, akkor van egy 10 perces, vagy van egy félórás edzésem is. Ezek a modulok nagyon segítettek abban, hogy amikor elfoglalt időszakba kerülök, akkor ne kelljen lemondjak valamiről, és utána elhal mondjuk egy folyamat, hanem kisebb modulokat beleraktam az edzések helyett, amiben fenntarthatom azt az impulzust, amivel a test igényli majd az edzést, tehát nem lesz az, hogy nem csinálok két hétig valamit, és onnantól kezdve már nagyon nehezen megyek vissza az edzésre. Bár nem csinálom a normális edzést például, viszont apró kis mozgásokat végzek, és így a test igénye fennmarad, továbbra is igényli azt, hogy folytassam ezt. Ugyanez érvényes arra, hogy gondolkozzak, vagy gyakoroljak valamit, ott is modulokba állítottam össze, hogy van a full verzió, és vannak a rapid kis gyakorlatok, és a rapid kis gyakorlatokkal fent tudom tartani az érdeklődésemet, vagy az igényemet a feladatok elvégzésére. Nos, ez az én elképzelésem a reggelről, te természetesen azt csinálsz, amit akarsz. Mindenképpen javaslom azt, hogy tanuljál hozzá, amit csinálsz, tehát különböző módszereket meg lehet tanulni. Én is nagyon sok mindent tanultam, és innen-onnan összeraktam a sajátomat. Te döntöd azt el, hogy szokásokban vagy rutinokban éled az életedet. Az én javaslatom, hogy legyél a magad ura.